Hát, szerbusz, Kristián! Erófifika. Na, hát megint akadtunk az éter, bár most már nincs is éter, bakker. Az internet bűvös álló és nem álló hullámain, sálalá, uh, akadtunk össze újra, és hát uh, nagyon sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat, így most már karácsony felé közeletbe. Igen, igen, ugye Mikulást már elhagytuk, igen, igen ünnepi hangulatban. Te hogy érzed ezt, Krisztián? Én annyira ünnepi hangulatban vagyok, hogy ma már Mikulás trollit is láttam. de jó neked. Most először, eddig csak a hírét hallottam, hogy létezik, de ma pont, pont sikerült szembe találkoznom vele. Nagyon ki van világítva. 70-es trolli full Mikulás szerkóban, mint hogyha le elszabadult volna a láncairól, és így átgázolt volna egy karácsony füzér gyáron, kb. úgy néz ki, de nagyon, nagyon ünnepi. Yeah. Én, én böngésztem a könyveim között, már ami megmaradt, mert rengeteget eladtam, és uh, képzeld el, hogy egyik karácsonyra így megleptem magam uh, hat, azaz hat forintért antikvárium, azért azt hozzáteszem, mert az újjára ennek a könyvnek fogalmas sincs menny. De 5 forint, nem, 12 forint volt, bocsánat. És uh, gyerekként rettentően érdekelt a, a, rakéta, meg a, az űrhajó, az űrutazás, az zűr, oh. és abból lett ugye utazás És uh, egy 1959-ben kiadott rakéta Sputnik űrhajó papírkötésben. Ezt így el képzelni? Wow. Hihetetlen. Kossuth könyvkiadó adta ki 59-ben. Német eredeti címe Taschen Biblioték. Rakéta, Sputnik Weltraum schiff, az tudod honnan lehet ismerős? Az Orion űrhajó kalandjai. Oh. bakke Úgyhogy így elnosztalgiáztam és merengtem rajta. Egyébként ezekben a könyvekben szerintem az volt a, a hihetetlenül jó, hogy a mai ismeretterjesztő könyvekkel szemben ezek tényleg ismeretet terjesztettek, Egyrészt, másrészt pedig hihetetlenül olvasmányos, és uh, nagyon ilyen, uh, hogy is lehetne ezt mondani, hogy tudod, amikor uh, nagyon képletesek benne a példák, és úgy látod magad előtt, és. Uh, na szóval, uh, ennyi. Nem, nem nem is akarom én ezt tovább húzni, mert uh, messzire vezetne ez a PISA-teszt uh, alapján. <laughs> Veled mi történt, Krisztián? Jaj, velem mi történt, kérlek szépen. A hétvégén Tatán jártunk. A szép hely, szép hely. Igen, igen, abszolút. Meglátogattuk egy rég nem látott cimborámat, volt kollégámat, akik nem régiben Tatára költöztek, és ennek apropóján irgalmatlanul hideg volt, de megnéztük az öreg tavat, és ilyenkor télire az öreg tavat egy kicsit leeresztik, nem is kicsit, mert so sokkal kisebb, mint szokott lenni, és előbukkan a, a, az egyébként a feneke a, a tónak. És ennek van valami és oka amúgy? Azt nem tudjuk, de elszántuk rá magunkat, hogy kiderítjük, hogy hogy mi, mi oka van ennek, hogy, hogy leeresztik ilyenkor télire de nem tudjuk. De ami az érdekessége, hogy a Tatai Öregtó az egy ilyen közkedvelt pihenőhelye a téli vándormadaraknak, és, és ilyen, ilyen full hicskok madarak feeling van a, a, a tópartján. Elképesztő mennyiségű ludak, és más költöző madarak, nem vagyok egy kimondott ornitológus, úgyhogy a ludakat megismerem, a többieket nem feltétlenül. Igen. De hogy Igen. Így, így, így jönnek, leszállnak, megpihennek, mennek tovább, és ilyen elképesztő hatalmas, kaotikus felhőben pörögnek, és aztán irányba állnak, és V-alakot vesznek föl, és hogy így ilyen, olyan, mint egy ilyen hatalmas nemzetközi repülőtér felgyorsítva, csak madarakkal. Na, nagyon érdekes volt ez volt velünk uh, ami még történt ez ma történt kérlek szépen becsöngettek ma hozzánk és a korábban említett nyugat plusz zombi képregény alkotója személyesen hozta el az ne én de és én nem voltam itthon Kinga hívott föl hogy képzeljem el hogy mi történt itt járt nálunk Csepel a Oliver, és én lemaradtam róla, ami miatt szomorkodom egy picit. Hát de... Figyelj, én ismerek olyat, aki az újságból értesült arról a koncentről, ami ott kellett volna, hogy legyen. <síns> ez egy másik iskola. <síns> 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 Szóval a lényeg, a lényeg, hogy megjött a Nyugat plusz zombi képregény, eddig kibontani volt időm, megolvasni még nem, csak a fülszöveget a hátulján, meg hasonlókat, meg belelapozgattam, nagyon király, és megjött hozzá, a, abba a támogatói csomagba voltam, amiben jár hozzá egy eredeti oldal is, úgyhogy megjött az egy eredeti oldalam is, a 2 per 14-es sorszámú, nagyon boldog vagyok, és nagyon nagyon várom, hogy leülepethessek és megolvashassam. Hát irigyellek, meg kell, hogy mondjam. Bár ha, ha hamarabb, ha hamarabb erről a, a akkor lehet, hogy beneveztem volna én is. Mindenkitől elnézést kérek, hogyha néha ilyen a, a sóhajtás és ásítás közti hangok hagyják el a számat, mert így Két nap alatt 2600 kilométert bírtam így megtaposni, úgyhogy aránylag fáradt vagyok, és hajnalban pedig megyek vissza Medvelandra. Wow, ez kemény. ez kemény. Kemény, kemény. Jövő éten ebben az évben végleg hazajövök, tehát már nem, nem akarok kimenni a két ünnep között. Meg hát gondolom, hogy az idő is most már lassan beszigorodik odakint. Kicsit megjártam így az osztrákokat és a németeket, illetve Németországnak egy, egy részt, és már megint el kellett magamban dönteni, hogy a német egy hihetetlen uh, smucig fajta. Tehát én már nem tudok rájuk mit mondani komolyan. Hát figyelj, Pisilsz az osztrákoknál, ott fél euró a Budi, átérsz a német határon, 70 eurócent. Érted? Hmm. Tehát. Hmm. Az osztrákoknál például a kamionos pihenőbe ingyen wifi van a német, tehát Németországban ilyen több fázisú pihenők vannak, hogy van egy öböl, oda beállsz, ott van egy szemetes, azt hello. Tehát még egy kurva budi sincs. És akkor uh -huh. így jönnek oda a fokozatok, de ott mindenért fizetni kell. Tehát ott a, az internetér, a pisilésér, ha tusolni... Ha nem pisálsz. Hát ez valami, komolyan, tehát ilyen, ilyen agyrém ez a, mondjuk nyilván ettől pörög egy kicsit jobban a gazdaságok lehet, hogy tényleg mindenért fizetsz, ugye 56-ot futsz bele abba, hogy veszel német kolbászt, pedig hát tudod, hogy szar, érted, és így konstatálod magadban. Hát ez még mindig ugyanolyan szar, mint volt, vagy legalábbis nyilván a ízlés kérdése. Német oldalon nem tudnak kávét főzni, tehát ott csak ez a, ez a nem is tudom, ilyen mosogatólé kávézatca kiöblítve, tudod, ez a hosszú német kávét, tehát még a rövid kávé is ugyanolyan szar, mint a hosszú. Az osztrákok már tudják a, a kávéfőzést jobban, mint a németek. És az autópályájuk az egy rakat szar. Tehát gyerekkoromban, meg, meg, ilyen húsz évesen, mikor kimentünk, esetleg kijutottunk a nyugati oldalra, akkor ott el voltunk kájó, vagy úristen autópálya, három sáv, hát ilyen nincs is. És most, hát az valami téboly, öregem, 80-as korlátozások, 100-as, 120-as, alig van szakasz, amin lehet normálisan haladni, állandóan fölújítanak, javítanak, beterelnek, ki, tehát sokkal lassabban lehet rajta haladni, mint Magyarországon, vagy a, a, az osztrákokról nem is beszélve, tehát azoknak tényleg ilyen mintaértékű az autópályájuk és olyan szar időt fogtunk ki, hogy havazott eset és köd volt így egyszerre. Tehát én még, én még ilyet nem láttam így a hegyek között, érted? Brutális volt. Na, úgyhogy uh, aránylag így megviselt ez a, ez a két, uh, két és fél nap. Hát ez nem csodálom. Ez. Viszont, Mondhatnám, hogy embertelem. Igen, igen, Viszont néztünk egy-két Liquid store ahol, ahol árulnak jobbfajta cuccokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ez a német piac is így egy picit elment a, a hype irányába. Tehát, hogy úgy bemész egy ilyen helyre, van 40 íz, amit tudsz kóstolni. Tehát mondjuk, igen, tehát így a... A magyar törvényhozóknak mondanám, hogy így lehet kóstolni. Tehát, hogy képzeljék el, hogy bemennek, és nem egy lefóliázott bolonya és spagettit kell megenni, ha tetszik, hanem, vagy hát valamit, hanem, hogy így meg, meg lehet kóstolni azt, amit majd meg szeretnél vásárolni. És akkor ott kóstolgattunk egy pár ízt, és vagy mindennek ilyen, ilyen egyformán éreztem valamiféle utóízét, én nem, nem, tudom, és aroma, tehát ez tuti, hogy a, az aromának egy vagy édesítő, vagy, vagy savanyító, vagy a hát túró tudja mi, de főleg a gyümölcsösökben. A dohányos ízeik azok meg borzasztóan otrombák, tehát hogy ilyen, egy ilyen kifinomultabb dohányos íz nem is tudtam megkóstolni, és iszonyatos módon lokál patrióták. Tehát, hogy a hmm. tód, ez a, ez best a Deutsche, tehát, hogy ez, ez, a legfaszább. És, és persze Heisenberg, tehát, hogy nem bírsz bemenni még egy benzinkútra se, ahol likvidet árulnak, hogy Heisenberg, vagy nem is tudom melyik a másik, az a Pinkman, hogy ez, ne legyen, tehát olyan nincsen. Ha nincs, akkor van valami, hely, tehát most már kezdődik ez a tudod, ez a, hát ez nem Heisenberg, hanem, hanem Hezberg, vagy, vagy, tehát így az, az utánzatokat kezdik tudod, ez a embóról, tehát nem Marbóró, hanem embóról. Kezdenek ezek az utánzatok is megjelenni a piacon. Jó pofa volt, uh, uh, tényleg, úgyhogy. Uh, Klasszul éreztük magunkat, csak hát hihetetlen uh, uh, hosszú és, uh, és fáradtságos volt ez, a, ez az egész uh, dolog. Aztán uh, mi is történt velem? Fú! Ja igen, nem sokára meg, meg lesz a, a 20 mg-os uh, likvidnek az európai regisztrációja, úgyhogy majd egyszer. Nyilván, ha leterik a büntetés, akkor, hát, ezt én nem tudom másnak hívni ezt a, ezt a hat hónapot. Ha leterik a, a büntetés, akkor majd egyszer csak megjelenik a magyar piacon is. Most futottunk rá arra, hogy mi Nikomax-nak akartuk hívni, meg hát a román piacon így is jelent meg. Most rá arra, hogy Nikomax néven létezik nikotin spray képzelde Spanyolországban wow. és le van védve. Tehát a, a név le van védve. Úgyhogy valószínű valamit ki kell találnunk, hogy ne lehessen perbe fogni minket. Ez miatt úgyhogy na nem várok ötleteket, mert nyilván kitaláljuk, hogy uh, mi legyen, csak uh, milyen szar ez a világ, hogy ezer felé kell figyelni állandóan mindent. Majd de... rá Maxnik. Hát igen, most már tényleg ilyeneken uh, gondolkodom, hogy Maxinikó vagy mit, tehát hogy így meg, megfordítani, hogy minél kevesebb legyen a, a hasonlóság, és ráadásul van valami jogszabály, hogy, hogy mennyire kell és mennyi lehet az azonosság, érted? A betűsorrendekbe, meg a nem tudom én, ráutaló hangalak, meg szóval ez, tényleg nem, nem szeretnék egy ilyenbe bele, belemászni, mert, mert, nem, nem kassa egyáltalán. És most majd megyek vissza, Lassan összerakjuk a, az online shopnak is a, a készletét, és akkor uh, majd egyszer csak uh, kinyitunk. És lesz meglepetés, és uh, lesz egy pár érdekesség, amit hát csak így csigázni fogok mindenkit vele, aztán majd uh, meglátjuk, hogy hogy, hogy hogy fogadja a piac. Na, de ennyit uh, magunkról, és... Uh, nem, mert még velem még nem, történt, csak így spo hát én... spontán, spontán Sp átvetted a mi történt veled. Én szekciót. azt hittem, veled soha nem történik semmi, és akkor oké. Okay. Hallgat le, Krisztián. Pedig, de történt velem, és olyan is történt velem, ami még a te érdeklődésedre is számot tarthat. De a következő az nem az lesz. Ö így a tére való tekintettel átváltottam vissza a felszó dripperre, mert már nagyon kezdett dermedni a hidegbe kint szegény likvidem, úgyhogy most drippelek megint, úgyhogy mindenki nagy örömére végig fogom a felszóval sípolni az adást. Hihetetlen. Ez, történt még velem. A másik pedig, hogy elfelejtettem szólni, mert már akartam szólni nagyon régen, hogy mondhat, hogy szóljak, hogyha kaphatóak lesznek a jegyek a Kraftverkre. És, és kaphatóak. Pont, és már el is fogyott. Akkor, nem, szerencsére nem, még van, nagyon, nagyon megfogyatkoztak, de még van. Pont akkor történt a jegyvásárlás megnyitása, amikor ugye én Indiába voltam, így lemaradtam róla, és így pár héttel utána jutott eszembe, hogy valamit én akartam, valamit, hogy basszus a Kraftwerk jegyek. És Megvannak a jegyek, úgyhogy ha szabad javasolnom Fifika, akkor te se sokat teket hanem hanem nem szerez be magadnak egy jegyet. A legjobb Megfogom helyekre tenni. nyilván már elkeltek. A legjobb helyekre sajnos már elkeltek a jegyek, de még azért vannak vannak élvezhető helyre szóló jegyek is. És itt a vége. Több nem történt velem. Ja, hogy ez lett volna, ami, ami érint engem is. Ez a Kraftwerk... Igen, igen. Abszolút. Ö, dolog. Hát, ö, ups, mondhatnám, köszönöm szépen, de te ups néven valamit betettél a shownoodsba. Ups néven én betettem valamit a shownoodsba, és sokat örültem rajta, hogy mi legyen a kis show notes címe, míg nem az ups mellett maradtam, mert jobb, nem jutott eszembe, van nekünk Kaliforniában ugye a közkedvelt és óriási akkora idézőjelek, hogy alig bírnak megmaradni a helyükön, közkedvelt Stanton Glenz nevezetű repülőgép mérnökből avanzsálódott ismerjük, ismerjük, ismerjük. keresztes lovagunk, és a, hogyan kanyarítsam, hogy, hogy jó helyre keveredjen a téma, az idei év egyik legfőbb témája mindenfelé, ugye ez a, és most nem jut a neve, nem csak te vagy fáradt, én is fáradt vagyok egy picit. Igen, tehát a különféle zaklatásokkal volt tarkított, hölgyek elleni zaklatásokkal volt tarkított a, a, a média idén elég masszívan. És hogyhogy hogy nem egy korábbi alkalmazottja a Stenton Glencnek zaklatási pert indított Stenton ellen, ami érdemes megolvasni. Egyébként az erről szóló cikket, amellett, hogy folyamatosan a rasszára, mint fekete bőrű a hölgy, rasszára való megjegyzésekkel, mindenféle szexuális töltetű megjegyzésekkel és egyebekkel tarkítva tette pokollá az életét a hölgy állítása szerint Stanton Glantz. még nem a vége az lett, hogy el is küldték azt hiszem a, a, a hölgyet, ha jól emlékszem, de egy érdekes aspektusa, hogy valamelyik Stanton Glantz tanulmányon dolgozott, és az egyik fő szerző volt a, a hölgy, és a, a végén még a szerzők közül is eltüntették, miután elküldték a, az egyetemről. Érdekes, igen, érdekes fejlemény. Szomorú, de egyben érdekes fejlemény. Ö, igen, tehát most ez a, és a kezd, kezdek én is így a, a Puzsér robi nem is tudom, szemléletével azonosulni, hogy hogy ez, ez a MeToo kampány, ez most előhozza tényleg olyan helyekről ezeket a dolgokat, amikről tudtuk, tudtuk, vagy sejtettük, sejtettük, de hogy, hogy ennyire nyilvánvaló mellesleg, ez szerintem a világon mindenütt, tehát ez nem a filmipar, nem a, a nem tudom én, akárminek a, a vagy akármelyik iparágnak a sajátja, Uh, hanem egyszerűen ez a, a, a hatalommal való visszaélésnek egy formája. Igen. Befolyással és hatalommal való visszaélés egy formája, amit uh, nem, nem, nem a pénz, nem a mutyi, hanem ilyenkor a, a szexuális szolgáltatások uh, széles skálája irányít, vagy hát uh, azokra való, uh, nem is tudom, rávétel. Fú, de szar szó. Na mindegy. Uh, nem is akarok én ezzel foglalkozni, csak hogy tényleg, tehát és tudod, hogy mi a megdöbbentő, hogy nem, nem a, nem tudom, hogy hívják ezt a, ezt a producert, akivel így kipattant ez Igen. az egész uh, mi tudolok, de hát évek óta például a papok és a gyerekek közti szexuális zaklatás már porondon volt. Így van. Igen, örök és újra. örök és újra. De hogy ez, ez, ez már azért így így sokszor a felszínre került az utóbbi pár évben. És ez nem indított el egy egy ilyen, ilyen nagy kampányt, mint amilyen most a MeToo. És, és ez nekem például valahol egy picit visszatetsző a társadalom szemléletét nézve hogy most minden nő gyakorlatilag, vagy, vagy hát túlbuzgóbb feminista beleállt ebbe a, a Métu kampányba, és a, a gyerekzaklatásba meg nem. Tehát, na, szóval érdekes. Én tényleg nem akarok senkit elítélni, vagy megítélni, csak, csak ezek ilyen érdekes összefüggések. Na, de hát van más érdekes összefüggésünk is, például ugye a Formula 1-jel kapcsolatban. Mi lesz a Formula 1 a kapcsolatban, Fifika? Hát nem te tetted be az újra tohány reklám for... Hát ezt kitette be, bakker. Hí -hí. A szellem a gépben. Kérlek nem én voltam. Nem te voltál. Oké. Okay. Nem. Lehet, okay. hogy, lehet, hogy audio szürke koboldunk. <laughs> az, is, az, is, lehet, az is lehet, de nem, nem tette oda a szignóját. Mondjuk pont most, ez tényleg ilyen a backstage titkai közé tartozik, hogy mindig oda teszi mindenki a saját szignóját, hogyha betesz egy cikket. De most se én, se te nem tette. Én tudtam, hogy két cikk volt itt a a jövő heti, illetve a mostani adásra szólóan, a többit azt én raktam be, és most senki nem tette be, hogy ez a Christian, ez én, ez Charlie, vagy bármi. Úgyhogy ez most egy ilyen spontán, hát. spontán jött, de hát a lényeg az, hogy a, a forma egyben újra uh, cigit reklámoz a, a Ferrari. Ugye ilyenkor mindig az uh, kerül uh, előtérbe, hogy nyilvánvalóan ebbe óriási pénzek tudnak összpontosulni. És hát az egyik legnagyobb spanyol pénzintézet volt a fő a 2010 óta a ferrari -nak. de hát az kivonult a forma egyből, <laughs> úgyhogy nézni kellett, valaki. Ups, évi mínusz 40 millió dollár. Ups, igen, ups, így. Azt azért ott, megérzik. Hopp, így kiugrott a zsebből, és ilyenkor szerintem az ember nem nagyon válogat a, a, a dolgokból, de azért nem, tehát ez így ebben a formában, ugye, nem teljesen igaz, mert hogy a, a, ugyan a Philip Morris nyilván, aki bepótolta ezt a kis pénzt, de hát az icos van szó, és az azért nem teljesen ugyanaz, mint hogyha nem is tudom, valamelyik Philip Morris cigarettát reklámoznák. É észleled ezt Előbb utóbb... elképesztő újságírói pongyolaságot amúgy itt a cikk közepén? Te én már nem csodálkozok semmin, tehát komolyan mondom, én már csak így szavakat olvasok el, és, és és ennyit, Tehát, hogy most ezt hogy írta meg, vagy... Az IKOS névre hallgató, a magyar piacra nem bevezetett eszköz, amely valódi dohány pároloktatásával nyújt élvezetet a használóinak. Igen, tehát ez kvázi olyan, mint hogyha kitalálták volna tudod a Star Trekben ezt a... Tehát nem tudom, hogy lehet dohányt pároloktatni, az egy szilárd anyag az abban lévő nedvességet lehet. Na mindegy, de hát ezt tényleg nem kell neki tudni, és nem keverendő össze természetesen az e-cigarettákkal, de én azt szeretném már, már, megérni egyszer, hogy mi lenne, ha a Forma egyben e-cigarettát is, e-cigaretta is lehetne szponzor, ugye az azt jelenti, hogy valakinek óriási bevétele van e-cigarettákból. Hát erre még várnunk kell sajnos valószínűleg. De, szerintem egyébként nem olyan sokat, hidd el. Nem olyan sokat, mert hogy ö, ha megnézed a, a föltett cikkeinket, hihetetlen az a, az a az újra ami a, az e és a, jó mondom, csökkentett kockázatú ö, nem is tudom, mondhatjuk azt, hogy dohány termékek, hát nem egészen, de nem. de hogy ebben a kategóriában lévő termékek körül zajlik. És lehet, hogy így most kicsit zanzásítunk, itt azért van nyolc darab cikkünk, ugye ebből kettő, hárommal foglalkoztunk, de nagyjából azért a kicsengések ide vezetnek. Krisztián onnantól lefele minden én vagyok. Jó, jó. Okay. <laughs> Tehát nagyjából a kicsengések ebbe az irányba mutatnak. Megjelent a, a The Hill egy, egy rettentően érdekes cikk egyébként. Te azt láttad? De ha nem. Ugye? nem, nem láttad, akkor, akkor pillancs rá, légy szíves. Piszok érdekes. Tehát, és engem, engem megmondom egy, egy picikét így, így helyretett, hogy miért, miért van ez a borzasztó butaság kampánya az e-cigaretta ellenében, illetve miért, miért így reagálták le az előgondolkodók ezt az egészet. És ugye az a, az a, baj, és ez a bevezető, a cikk bevezetőjéből derül ki, hogy igazából a, a dohányzás ellenőrzésnek nem voltak tudományos eszközei, vagy hátterei. Tehát ugye az kiderült egyszer, hogy maga a, a, az égetett, illetve hát ugye itt egy nem tökéletesen égő dohányról beszélünk, tehát hogy a dohány égetése az rákot okozhat, és ezt elég nagy számban tudja okozni, és, és ennyi, és onnantól kezdve ugye jöttek a. a kvázi egészségügyi fasizták kitalálták ezt a dohánymentes társadalmat és bármi, ami a dohányzásra hajaz, hasonlít uh, hiába alacsonyabb kockázatú vagy vagy igen kicsi kockázattal járó termék, az mind ugyanaz a szar érted? tehát, hogy, hogy nincs, nincs igen, tehát ilyen tök fekete fehér, érted? hát gyakorlatilag Gyakorlatilag igazából tényleg megtették ellenségnek a dohánygyárakat, nem minden ok nélkül, de hogy az egész a, 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 ugyanebbe az ellenségkép kergetésbe ragadt, és ez, ez, ez mozgatja az egészet, hiedelmek és, és vélemények mentén megy a, a dolog. Tehát ez a és ahogy te mondod... Föl... Hogy... Igen, mondjad. Ja, hogy, és hogy te is mondod, hogy gyakorlatilag ami a dohányzásra hasonlít, vagy akár távolról összefüggésbe hozható a dohányzással, mint például az elektromos cigaretta, az azonnal a, fekete bárány lesz. Az az ördögtől való, és tényleg, hogy abszolút nem, nem, nem a, 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 rációval néztek erre rá, hanem egyfajta érzelmi, ez a gyomorból szar kész. Ennyi. És marha érdekes a, a, a cikkben ez, a, ez az összehasonlítás, hogy a, a, ez az, úgy, úgy hívják, hogy ez az abszinencia felüli megközelítés. Tehát, hogy vagy iszol az meg, vagy nem iszol. De nincs középút. Érted, hogy annyit iszol, hogy ne legyél szarú. Mert hogy az e-cigaretta erről szól, úgy viszed be a nikotint, hogy az neked ne legyen annyira kártékony. És, és kész, és vége. És most kezdenek rájönni arra, hogy amiről ugye te is beszéltél, és és ők, ők is addig voltak az ártalom mellett, amíg ki nem jött egy olyan eszköz, amelyik képes az ártalmat csökkenteni. <gül> <gül> Mert addig könnyű beszélni róla, hogy hát, hát itt elsősorban az ártalom van szó, de emlékszel ezekre a dolgokra. Jaja. Hogy hát úgy kell ártalmat csökkenteni, nem húsz szállat hanem csak ötöt. Az már ugye ártalom Na de mi van akkor, hogyha hogyha itt tudom én 20 szállat szívtál el, és a 100 százalék, és most ennek csak a, nem tudom én, a 3 százalékát szívod, akkor az ártalom csökkent, és hát persze, hogy az, hát hogy ne lenne az. Na de ez elektromos cigaretta, az nem, az nem, az, nem ismerjük, azt nem tudjuk, a szar. Tehát hihetetlen a, a, a hozzáállásuk ehhez a, hát de... a Dologhoz. Igen. igen. A, gyakorlatilag a, a, a tudományos kutatás a, a dohányzás visszaszorítás szektorából a két dologra korlátozódik, olyan fajta kutatások ö, publikálása, ö, amelyek alátámasztják a, azokat a szabályozásokat, amelyik a, kizárólag az abstinenciát részesíti előnyben. A másik fele meg az, hogy dokumentálják a, a, a dohánytermékek e, borzalmas káros hatásait. És, és itt ennyi. A, az, amit te is mondasz, hogy ártalomcsökkentés, hogy esetleg ne adj Isten olyan fajta kutatásokat is végezzenek, ami arról szólna, hogy léteznek-e olyan termékek, ne adj Isten, történt-e valami az elmúlt gyakorlatilag, hát ha most nőzt is belevesszük, és ugye ez a dohányzás visszaszorításnak és a különféle szabályozásoknak ez az egyik orbitális baklövése, hogy évtizedek óta snűsz, dohány, dohánygyáraktól jön, snűszel nem foglalkozunk, eredendően rossz. És amit már annyiszor mondtam, meg lehet nézni a svédországi egészségügyi statisztikákat. Ez egy hatalmas nagy öngól volt tőlük, és ugyanezt az öngolt, olyan jó megtanultak öngolt rúgni, hogy, hogy most már már inkább megmaradnak mellette, és az összes többi dologgal is rúgnak egyet. Igen, ez a, tudod, amikor a, leesik a kis a ró, lóról, és akkor majd egy kus, én így szoktam leszállni. <laughs> és milyen baromi érdekes, a, a, népszavában megjelent egy cikk, a cigaretta lassú halála címe, ami szintén az e-cigarettára világít rá, és a, a az egyéb csökkentett, kockázatú ö, termékekre, és <laughs> <Sami. gül seri motor> az a Gyuri Monitor adta az alapot ezekhez a, 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 <gül seri facial> <Agger> a, a statisztikákhoz, meg becslésekhez, amik a cégben szerepeltek, amelyiknek egyébként az Egyesület is szokott információkat adni. És hát gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy figyelj, tehát ezt, ezt az, ugye, ez, erről már cikkeztünk egyébként, tehát hogy az FDA dohány szektorért felelős igazgatója kijelentette, hogy itt az ideje átgondolni a, a csökkentett kockázatú eszközökhöz való viszonyukat. És úgy néz ki egyébként, hogy így elindul valami. A, a világban, ö, és ez a kijelentés, ez, ez nekem nem volt eddig világos, hogy, hogy ez miért volt olyan ö, iszonyúan ö, fontos, de állítólag, hogyha az FDA ö, vezetője valamit mond, akkor azt maga az ipar is követendő példának tartja, illetve hát ö, abba az irányba próbál mozogni, mert az ő jövőjét is az jelenti. És hát most teljes mértékben ezt látom, és majd a többi cikk kapcsán is ö, fogjuk ezt érezni, mintha ö, elkezdett volna a mérleg nyelve szépen lassan a, az ártalom irányába mozdulni. Mind a gyártók, mind a, az előgondolkodók oldalán, úgyhogy én kezdem már azt a fajta optimizmust osztani, amit te szoktál egyébként képviselni, hogy én mindig a rossz zsarú vagyok ebbe a történetben. É, én nekem két problémám van egyébként ezzel a cikkkel. Meg nagyon örülök neki, hogy végre nem vagy, csak mi vagyunk az egyetlenek, akik mondjuk elhozzák ide David Swinner szavait, hanem konkrétan fényképpel együtt idézik Igen. David swinburne a cikkben. Ez tetszik, két dolog nem tetszik. A... Megtalálom mindjárt az előbb itt volt, csak elszkróloztam. Igen, ez a mondat. Az e-cigarettán az Alkoszról van szó, ugye? Uh -huh az e-cigarettánál ez sokkal jobb megoldás, az íze hasonló a klasszikus cigarettájéhoz, és nem generálja azt a káros mérgező anyagot, amely rákot okoz. Ez valami olyan szinten pongyola és félrevezető ez a mondat, hogy, hogy ez hihetetlen. Tehát ez, ez Egyfelől, önmagában szar. Igen, majd ezt nem mondom, hogy mi Jó? Ez, ez, tegyük hozzá, hogy nem tudom ki az a göbölyös enlászló, László, de ez az ő írása a népszavának. Tehát nem, semmivel nem támaszja alá. Tesz egy ilyen ki, levegőben lógó kijelentést, hogy az e-cigarettánál ez sokkal jobb megoldás. Fölmerül az emberben a kérdés, mégis miért? És ahogy folytatja a mondatot, az íze hasonló a klasszikus cigarettáéhoz. Hát hogy ez kinek jó, kinek nem jó, az mindenki maga dönti el. Én speciál nem szeretnék a klasszikus cigarettához hasonló ízekkel találkozni, így már, hogy ilyen régóta nem dohányzom. Tehát nekem speciál biztos nem sokkal jobb megoldás, mint a, a, az elektromos cigaretta. És a vége ez, hogy és nem generálja azt a káros mérgező anyagot, amely rákot okoz, hogy a, mi, a, miért az e-cigaretta generálja. Tehát, hogy így mi, miről beszélünk. Ráadásul ott vannak a mindenféle tudományos kutatások, legutoljára a Farsalinos Doki tollából, ami megpróbálja fölhelyezni az ártalom palettájára a, a heat burn termékeket is, és pontosan tudjuk, hogy valamelyest a, a dohányzáshoz képest nagyságrendekkel jobb a, a, a heat burn is, de hogy az elektromos, a szerűen használt elektromos cigarettánál hoz képest valamennyivel több egészségkárosító anyag szabadul föl belőle. Akkor miről beszél ez a mondat? Tehát, édes Istenem, kicsit okay, ilyen, that... ilyen piácig kicsit, PR kicsit a PR, dolognak, Tehát, uh, oké, okay, uh, ezzel, tehát az egész dologgal nekem úgy önmagában problémám van. Egyrészt uh, én, én használtam, meg használok, és Icoszt iszonyúan nem nem olyan íze van, mint a hagyományos dohánynak. Ez egy baromság. Az ájkosznak és minden ilyen, ilyen dohányhevítő eszköznek, ugye az íze inkább szerintem egy ilyen teás, füves, zöld, zöld ízhez hasonlít, és nem, 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 Ez sem adja az égő dohánynak azt a borzasztó ö, mocsok retek ízét. Ez az egyik, tehát nem hasonlít ö, igazából az íze. Itt inkább szerintem egyébként az emberek fejébe dő le, hogy ugyanúgy egy füsszűrős füstöt, szívnak be, mellesleg gyöngébb, tehát kevesebb a, a füst, mint a hagyományos cigarettában. Másrészt pedig a, ami az a még érdekesebb, hogy az, aki kívül áll a folyamaton, tehát aki ott áll melletted, vagy, vagy bemegy abba a helyiségbe, ahol iCost szívtak mondjuk hároman, Viszont ugyanazt a penetrás hamutászagot fogja érezni, mint amikor hagyományos cigarettát szívnak. És szerintem a szájszag is inkább közelebb áll a hagyományos cigaretta a büdösségéhez, mint mondjuk egy, egy az e-cigarettának semmilyen szájszaga nincs tőle, tehát nincs, nincs, nincs egy ilyen hamutálas uh, uh, íz vagy szag se a helyiségbe, se a, a, a szádban. Tehát ezek tények, mondom én is használom, tehát tudom, hogy uh, hogy milyen hatásai vannak. Nyilvánvaló, hogy a cikkíró, nem tudom honnan szette, lehet, hogy egyébként a a háttérben az volt, hogy tényleg az e-cigaretta fölé akarta helyezni. Ez is egy baromság, hogy az IQOS az e-cigaretta utódja. Tudjuk éppen, hogy öt éve próbálják ezt a technikát meghonosítani, és a Philip Morris tette most bele a legnagyobb pénzt, de a Philip Morris is azért, mert előre akar menekülni, és nem, nem lemaradni a a jövőbe fekteti ezt az innovációt nyilván, meg, meg ebből akar visszakapni. Nekem egyébként ez az iCos, ez egy picit az iPhone-ra hajaz, és most tényleg minden iPhone őrült <laughs> elnézést kérek, de hogy Sokkal nagyobb körülött a hype, és egyfajta divatot akarnak ezzel teremteni, és ez látszik is a, a piacbevezetésnek a mienségén. Én nem mondom, hogy rosszul csinálják, mert nyilván uh, hihetetlen pénzt ölnek bele, és uh, marketing szakértők uh, adják a, a tippeket, meg a, az ötleteket. De hát uh, 500 millió dollárt ruháztak be abba, hogy fölfutassák ezt a terméket. És hát lehet, hogy a cikkíró is egy picit tolt ezen a szekéren. Egyébként maga Philip Morris soha nem kommunikálta ezt, hogy ez az e-cigaretta utódja lenne, illetve hogy ez egészségesebb lenne, mint az e-cigaretta. Sőt, azt hiszem a Philip Morrisnak a saját tanulmányában valami 80 2-3 százalékot írnak. Ugye az E-cigaretta 95%-ával szemben. Na, úgyhogy ettől függetlenül, hogy, hogy így jól kibeszéltük a hátuk mögött őket, ettől függetlenül én, én már annak is örülök, hogy megjelenhet egy ilyen cikk. Mennyire örültünk volna egy ilyen cikknek, Krisztán két évvel ezelőtt. Lássuk be. Az biztos, az biztos. Bár, amit most megjelöltünk, mint butaság, az két évvel ezelőtt is butaság volt, de, de igen, igazából hajrá ártalomcsökkentés Csak tök jó lenne, hogyha a hirtelen lelkesedést kapó ö, cikírók nem az elektromos cigaretta fikázásával próbálnák elérni ezt, vagy legalább, ha már ilyesmiket állítanak, akkor, akkor is alá valamivel. De hogy ne csak mindig jó híreket mondjunk, legyen valami szar hírünk is. Előgondolkodók az Unióban, azaz ha hiszitek, hanem előgondolkodnak arról, hogy mégiscsak legyen egységes ö, ö, jövedéki a, az e-cigaretta után töltő likvidekre. És ez hát annyira nem, nem jó hír. Emlékszel rá, hogy volt egy EU-s fölmérés annak idején? Igen, mi, mi, miután gyakorlatilag. Aki él és mozog, gyakorlatilag azt mondta, hogy ne, köszönjük, ne legyen. Ez egy borzalmas ötlet a felhasználóktól a, a szakértőkön át mindenhova. Mi lesz? <laughs> nem volt. <baj. gül> Igen, tehát. Én pont a cikk kapcsán kicsit beszélgettem olyan emberekkel, akik jövedéki adat, tehát nyilván itt a, a cigaretta jövedéki adójáról beszélünk, ebben jártasak, és próbáltam föltérképezni, hogy a cigarettánál milyen egy EU-s szabályozása jövedékire vonatkozóan, és hát kiderült, hogy ha nagyon leegyszerűsítjük ezt az egészet, mert egyébként iszonyatosan bonyolult, tehát így belekeztek, és akkor így mondtam a felénél, hogy jó, most hagyjuk abba, mert ez, ez abszolút nem, de a lényeg az, hogy minimumot lehet megállapítani és de attól aztán mindenki úgy tér el, ahogy akar, csak lejjebb nem viheti a, a jövedéki adót. Tehát ha a likvidre az EU-s előgondolkodók jövedéki adót szabnak ki, akkor azt úgy fogják kezdeni, hogy lesz egy jövedéki minimum amit minden EU tagállamnak be kell tartania. Egyébként a cikk is azt mondja, hogy itt azért, azért mindenki tiltakozik ez ellen, a, a lépés ellen. De hát láttunk már ilyet, hogy minden tiltakozás ellenére is bevezetik ezt a, ezt a dolgot. Szerintem ez nem, nem jövőre lesz, de biztos vagyok benne, hogy, hogy előbb-utóbb ezt is meg fogják lépni. Tehát ebben, ebben én nem, nem, bízom, hogy nem így lesz, sajnos. Hát meglátjuk, sok, sok furaságot láttunk már ezzel kapcsolatban itt az EU-ba pláne, és egy kis színesként hadd szúrjam közbe, kérlek szépen, mert hogy nem teljes kibeszélős cikk a, a dolog, de a minap jött a hír, hogy ugye folyamatban van az Európai Bíróság előtt a, a, a svédis Match által kezdeményezett, és aztán a New Nicotine Alliance, mint ö, érintett ö, külsősként becsatlakozó ö, a SNÜSZ ö, tilalmát felülvizsgálat, S, a SNÜSZ tilalmának felülvizsgálatát célzó ö, per. Fejlemény van, január 25-ére lett kitűzve egy ö, tárgyalás. Úgyhogy január 25-én váratunk valami fejleményt ezzel kapcsolatban. Viszont ellensúlyozandó a, a, az elektromos cigaretta adóját a németek. De erről már szerintem egyébként így a, helyel közel beszéltünk a, a podcastekben hogy, hogy valószínűleg a németek is ártalomcsökkentő eszközként fognak tekinteni az elektromos cigarettára. Ugyanúgy, ahogy az angolok. Tehát nagyon érdekes ez a kétféle irányzat, ami most így a, a hömpölyög az a EU színpadán. Ugye, ha a németek esetleg letennék a, a blattot a, az ártalom csökkentő e-cigaretta mellett, és, és, egy teljesen jó szabályozást dolgoznának ki rá, és ahelyett, hogy, hogy a földbe döngölik picit a polc tetejére, tennék ezt az eszközt a, a dohányzás ellen vívott harcban, uh, akkor a, a német példa, ugye most már a, az angolok azért fél lába vannak az EU-ból, de akkor a német példa lehetne az, ami a többi tagállamnak példaként uh, szerepelhetne, és akkor talán az EU-ban más megítélés alá eshetne ez az egész uh, dolog. Nem tudom, te ezt hogy látod? Hát én úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon jó lenne, mert akkor nem csak az lenne, hogy mindig az angolokkal példálózunk, hanem lehetne példálózni a németekkel is, és ugye mint az EU-ban azért Anglia egy eléggé erős szó volt, vagy eléggé erős szava volt Angliának az EU-n belül, mondhatni kvázi véleményformáló szerepet töltött be. És a Brexit után ugye ez, 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 ez így, az angolokkal együtt ez a... A józanész hangja is kivonul ezzel kapcsolatban, és Németország, mint aki szintén óriási befizető és eléggé fontos szereplője az EU-nak, hogyha ott is fordulna a kocka a, a tudományos bizonyítékok és a, a, a tények irányába, az, az azért eléggé mutató lenne valóban. Baromi érdekes egyébként, hogy a németeknél most már egészen prominens személyiségek szólalnak meg ebbe a a, a történet, 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 történetben. De hogy, hát nem tudom, jól mondom el a nevét, mert angol is szarul beszélek, de németül még szarabbul. Egy doktor Ute Mons nevű úriember, aki a, a, Német Rákutató Központ rákmegelőzési osztályának a vezetője, ő azt nyilatkozta ezzel a, a történettel kapcsolatban, hogy ugye az e viszonylag új termék, és kezdetben nagyon keveset tudtunk róla. Ezért sok figyelmeztetés volt ennek a, a használatában, illetve nagyon sok negatív címsor ö, jelent meg az e cigaretták, cím, cím, bocsánat, jelent meg az E cigarettákkal kapcsolatban a, a német ö, ö, médiában. Viszont, és ez marha érdekes, amit mond, hogy viszont ö, ez nem változott, annak ellenére sem, hogy már konszenzus van a a kutatók illetve a tudományos munkatársak között, és ugye a hagyományos cigaretták ilyen igen nagy károkat okoznak, mert a, a az ég a dohány égési folyamat az ami okozza ezeket a károkat, viszont az e-cigarettában nincs ilyen káros lehetőség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy ezek a a megnyilvánulások és és ezek a cikkek, amik aztán szépen lassan átütik már ezt a fajta mi, mi, én már úgy hívom magam, vagy, a mediális hozzáállást, ami a, az újságok <laughs> a, a, tehát érted ha ha fölülnek egy hullámra, és mindenki ugyanazt szajkózza, mert, mert hogy ez szar, ez szar, ez szar. Ha ez megváltozna, hogy, hogy na hát azért mégis nem, nem, nem egészen úgy van, és stb. stb., akkor kezdenének jönni ezek a pozitív, és az egy Cigaretta számára pozitív hullámok, és a pozitív cikkek, és már azt szeretném megérni, hogy, hogy a, a különböző egy kézben lévő állami uh, irányítás alatt lévő sajtótermékek is egyszer csak fölülnének erre a pozitív hullámra, és így ringatnák magukat rajta. És mindenféle blik meg, meg uh, uh, kedvenc csótány magazinokban megjelenő cikkek is ezzel foglalkoznának, ahelyett, hogy uh, tíz éves baromságokat hajtogatnának itt, uh, amikor nincs éppen jobb dolguk. Hát, hát elgondolkoztam itt menet közben ezen, hogy tök jó, ami Angliában zajlik, tök jó, ami elkezdődött Németországban, és az a baj, hogy itt minden, minden egyes centiméternyi térnyerést ebben a témában igazából években mérünk és ugyan mi megtanultunk örülni ezeknek a nem csak centimétereknek, hanem a milliméternyi térnyeréseknek is, az ártalomcsökkentés és az elektromos cigaretta témájában, de nem szabad elfeledkezni, hogy ameddig használom a kifejezéset, amíg ez a mediális hozzáállás az állami szervezetekben és a, 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 a döntéshozóknál megmarad, és tényleg évek telnek el, amíg valami történik, addig továbbra is tízezrek, húszezrek halnak meg évente Magyarországon, és az EU-ban meg aztán még több. Úgyhogy igen, ez a, a, a legtöbb dohányosnak nincs ö, még néhány évtizede, hogy a, hogy a kedves döntéshozók és a, az egészségügyi luditák kiúzzák a fejüket az a ánuszuk kényelmes meleg gyűrűjéből. De hát... Ezt olyan, szépen, hát ezzel kell ezt olyan szépen megfogalmaztad. <laughs> a pláne ítélvíz idején nagyon kényelmes lehet a saját fejükkel a fenekükben, de hát ja. nagyon ö, érdekes egyébként, hogy a, a nagy húzó ö, gazdaságok, Németország, Ausztria, Franciaországot nem tudom, mert ö, arra fele nem nagyon járok, de hogy így, még most is így elcsodálkozom, hogy bemész valahova, és így ott egy cigi autómat a bakker, tehát hogy bárki vehet egy kurva cigarettát, tud nem kérnek személyigazolványt, vagy, vagy most épp az osztrákok, ugye betettem ezt a cikket, csak tényleg azért, hogy, hogy az osztrákoknál 2018-ban ugyanazt meg akart szokták tenni, amit nálunk, hogy minden vendéglátóhelyen betiltják a, a dohányzást. Egyébként marha érdekes, mert mi itt Magyarországon azt gondoljuk, hogy mindenhol az EU-ban az van, ami nálunk. De nem. Tehát ezt senki ne gondolja, úgy, hogy, hogy, olyan iszonyú szigorral járnak el, hogy csak trafik, hogy 5 méter a bejárattól, meg, meg iskola környékén, meg busz megálló, meg nem tudom, tehát hogy, hogy ennyire bekorlátozzák az összes szerencsétlen, még analóg cigarettával élő embernek az életét, és már lassan a, a saját lakásodban, vagy az erkéden sem szívhatod a, a cigarettát hanem hogy, hogy pont, hogy nem. Tehát, hogy mindenhol van, van azért egy kis lazítás. A, szerintem Európában nálunk a legkeményebb egyébként. Tehát én most egy jó pár helyen jártam. Jó nyilván nem mindenhol, de, de Európában szinte nálunk a, a legkeményebb a, a dohányzás tiltása. Ennek Erő. ellenére nem látjuk ennek az eredményét. Melles évtizedek vagy. óta nem látjuk az eredményét. Erről két dolog jutott eszembe, hogyha már az ilyen szóképeknél jártam az előbb. Ha Európa hónajában élsz, az könnyű azt gondolni, hogy mindenhol máshol is hónagság van. Egyébként igen. Tehát. És, és ugye ez az érdekes, hogy hogy az, az osztrákoknál ezt simán átverték, hogy hát akkor 2018-ban nem fogjuk, és marad az a biztos emlékszerelete, és az a szerintem, tehát nekem sokkal, hogy is mondjam, szimpatikusabb állapot, hogy bemész egy vendéglőbe, és van dohányzó rész, meg nem dohányzó rész. Aki nem dohányzik, az megy a nem dohányzóba. Aki meg egy kávéhoz, vagy sörhöz el akar szívni egy cigarettát, az még megy a dohányzó részbe. És kész. Érdemes, és... érdemes lenne. Jó, ja, mondja csak. És ugye ez azért érdekes, mert, mert az osztrákoknak igen fejlett a, a, kávé kultúrája. És pont ők tettek keresztbe ennek a, a törvényjavaslatnak. Tehát ők rettegtek attól, hogyha nem gyújthat rá valaki a, a bécsi kávéjához, akkor nem fog bemenni kávézni. Ennyi. Egy dolog még eszembe jutott, amiről nem beszéltem, és azóta eszembe jutott még egy dolog, hogy volt hasonló kezdeményezés annak idején itthon is, amikor a vendéglátóipari egységekből kitiltásra került a dohányzás, hogy ott is egy darabig lebegett ez a megoldás, hogy ketté, meg, meg, voltak is implementációk is, hogy ketté választva is volt dohányzó rész, nem dohányzó rész, és jó kellett, hogy szellőzön, stb. stb érdemes lehetne egyszer csak így a, a, a történelem kedvéért visszaolvasni a hivatalos ö, anyagokba, hogy mi volt az, ami ezt kibillentette. Nekem van egy-két név a fejemben, aki biztos, úgy gondolom, hogy biztos szerepelne azokban a dokumentumokban. A, a másik, ami még korábban eszembe jutott, hogy ö, volt nyáron az a felmérés, és szűk körben a mi körünkben nevetség tárgya volt. Ugye a WHO kiadott valami összefoglalót arról, hogy a világ legélen országai a dohányzás visszaszorításában, és csupa olyan ország járt elől, ahol tehát nem úgy rangsorolták, nem azok a jó dohányzás visszaszorító országok, ahol a legnagyobb mértékben szorul vissza a dohányzás, vagy mondjuk jók az egészségügyi mutatók, mint például Svédország, az itt hátul kullog, hanem azok az élenjáró dohányzás visszaszorító országok, ahol a legszigorúbb korlátozásokat vezették be. És, és, ezért van, hogy a WHO díjat ad az Orbán Viktornak, a dohányzás visszaszorítása és stb. És tényleg megnézzük közben a magyar statisztikákat kurva rosszak, és gyakorlatilag nem, nem, én a múltkor néztem, nem emlékszem pontosan a számokra, de valamikor így tíz évvel ezelőtt előirányoztak valami célszámot, hogy mennyire fog Magyarországon csökkenni, vajon kik irányozták elő ezt a célszámot, a szép emléki dohányzás fókuszpont, hogy valamikor így a 2010-es évek környékére mennyire fog Magyarországon visszaszorulni a dohányzás, közelébe sincse. Tehát így, így igazándiból a dohányzás visszaszorítása gyakorlatilag Magyarországon a legsikertelenebbek egyike. És olyanokba, és ennek ellenére mindig így összejönnek és veregetik egymást vállon. Ugye tavaly volt, hogy a, a kedvenc Demjén Tiborunk is valami kitüntetést kapott a munkásságáért, és olyan alibi számokat húznak elő, meg a, a hivatalos papírokba és dokumentumokba is olyanokkal lobogtatnak, hogy mennyire szorult vissza a gyerekek között a passzív dohányfüstnek való kitettség. Yeah! Nagyon jók vagyunk, de hogy így a a, a a lakosságon belüli felnőtt dohányzók, rendszeresen felnőtt dohányzók száma az így gyakorlatilag be van betonozva, több mint egy évtizede, az, az, az így, az így nem, nem sikertelenség. És jaj, mire akartam kiukadni ezzel? Ja, hogy igen, hogy Magyarország ugye jobban teljesít, és élen járunk a látszat megoldásokban. Ezekben hogy mi annyira szorítjuk vissza a dohányzást, hogy beszorunk tőle. De, tudod, de ezek mi a, a büdösek, tudod, mi a mi a. Ezek a büdös a, dohányosok továbbra is dohányoznak. Az igen? elszomorító ebbe az egészbe, hogy ők mondanak egy számot, de senki nem tart pisztolyt a fejükhöz, hogy azt a számot mondják. Így van és, és képtelenek, képtelenek a saját maguk által mondott számokat hozni. Tehát én ilyenkor azt csinálnám, uraim, mit, mit mondtak? Mennyivel kevesebb lesz? Ennyivel. Mennyivel lett kevesebb? Ennyivel a különbséget maguk fogják elszívni. <laughs> az rájuk fél, hogy emlékszel arra a cikre, és a hú, basszus, és elfelejtettem adatigénylést csinálni róla, de jó, hogy eszembe jutott. A, és a, nem emlékszem megint a pontos számokra, csak a végeredményre, amit kikalkulálgattunk itt adás közben egyszer, hogy a, a, a Demjén Tibor nyilatkozott valamit, hogy ezekbe a besétálsz az utcáról, és segítünk, hogy leszokjál a dohányzásról című bigyók Mennyire jól teljesítettek, mert hogy nem tudom, én két év alatt, hogy az elmúlt kettő, három, négy, öt, hat év alatt ennyi és ennyi ember fordult meg ott, és hogy igenis ezek mennyire jók, és aztán osztottunk, szoroztunk, és a, a teljesen közismert leszokási mutatókat hozzáigazítva ez a számhoz kiderült, hogy gyakorlatilag, és tényleg nem emlékszem, hogy négy év volt, vagy valami ilyesmi, de lényeg a lényeg, több mint két év volt, arra emlékszem, hogy több mint két év alatt gyakorlatilag sikerült ezekkel a központokkal, akár már 12 embert is leszoktak a, egyébként a trükkösek, mert tudod, hogy a, a, a segélyvonal nem működik. Tehát ez a kér segítséget a leszakáshoz, és nincs ott a végén senki. Tehát lehet, hogy ez egy hatékonyságnövelő technika. Érted? Fölhívja a dohányos, hogy segítséget szeretne, és, és nincs ott senki. És úgy felidegesíti magát, hogy azt mondja, hogy. Á, akkor inkább magamtól leszokok. <laughs> Vagy nem, tudom. Vagy lehet, hogy rájöttek, ha van ott valaki, ha nincs valaki, a statisztika ugyanannyi. Érted? Semmit nem jelent. Nem tudom. Tényleg ez már ilyen paródiába hajló <laughs> dolog. Úgyhogy hát innen is üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket egyébként, mert mert ha minket hagytak volna annak idején, akkor lehet, hogy jobbat produkálunk, mint, mint amit uh, nekik sikerült így így összehajtani. Uh, De visz... még úgy is, hogy nem hagynak minket. De még úgy is, hogy nem hagynak minket. Az is lehet egyébként, hogy azzal is többet uh, uh, tettünk le az asztalra, mint ők. Viszont volt egy, egy ember, uh, szakála volt Kender, uh, nem? volt egyszer volt egy nem, volt egyszer egy ember szakára volt Watkender akit úgy hívtak, hogy Jedlik Ányos és én most így utána néztem a, a Jedlik Ányosnak így teljesen véletlenül megnéztem, hogy decemberben milyen évfordulók vannak és ha hiszed, hanem ma van Jedlik Ányos halálának 122. évfordulója, ami nem egy oh. szám lássuk be de ugye azt tudod, hogy Jedlik Ányos miről híres. Mi, mit kell igen, egyébként? <laughs> az összem, hogy, hogy az ember születésnapjának az évfordulóján így ne, boldog az napján, van. Tehát ő, ez tudod, a nagy, nagy embereknek a születését és a halálát is ja, meg változott. szokták uh, említeni. Na, miről híres Jedlik Ányos? Mm, nem akarok spoilerezni, nem akarok spoilerezni. Nem, nem akarok spoilerezni, mit nem akar spoilerezni. Tehát jedlik a dinamó. Nem a szódás szifonról. A dinamóról és a szódavízről ugye, amit szikvíznek hívtak a magyarok. híres, és én most, hogy egy picit utána néztem, jöttem rá, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ő találta ki a szódavizet, de ez így ebben a formában nem igaz. Tehát a szódavíz a mesterséges szódavíz gyártásra, mert azt tudod, hogy a, a borvizek, illetve hát a savanyú vizek, azok természetes formában is főlelhetők, és hát természetesen Erdély, Erdély az egy ilyen hely, ahol így én, én is ittam ilyen vizet, hogy így folyik ki, érted, a, a mit tudom én, a kútból, és már szénsavas. Tehát abban senki nem tette bele a szénsavat, és ez savanyú víznek hívják Erdélybe, és azt tudod, hogy hogy hívják a, a szénsavmentes vizet Erdélybe? Víz? Igen, nem. nem. Lapos Olyan. víz. Lapos. Lapos. Tehát, <laughs> többen nincs szénsav, az a lapos vízért. Én ezen akkor átpörögtem, mikor legelőször meghallottam. Na, tehát, a, amit te ilyen szénsavmentesnek mondasz, azt az erdély elintézi ennyi, vagy lapos víz. <gül> 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 Nagyon jó pofa. És tehát többen próbálkoztak a ipari úton előállítani ezt a, a savanyú vizet, vagyis ö, szikvizet, és ö, többen is beadták a, a szabadalmat, csak ezt ilyen baromi nagy titokba tartották. Erre jött a jedlikányos érted, látta, hogy van egy ilyen probléma, meg jó, jó lenne ilyet gyártani, és ő találta ki azt, hogy úgy kell a szénsavat beletenni a vízbe, hogy a tartály alján engedjük be a szénsavat, hogy azt tud így végig menjen a vízen, és minél több meg tudjon kötődni, és ebből nem csinált titkot, hanem így elmondta. <gül> és, <gül> <ott> <gül> és Magyarországon gyakorlatilag szabadalmi díj nélkül bárki tudott ilyet készíteni, és iszonyú gyorsan elterjedt a, a szénsav gyártás, vagy a szénsavas víz gyártás, amikor már egy lapos vízből is tudtak savanyú vizet készíteni, vagy szikvizet. És hát ehhez természetesen kellett azért, hogy Kialakuljon egy jó kis fröcs kultúra, és akkor mindjárt jó kis gazdasági föllendülés volt a, a magyar szénsavgyártásban. Tehát Ányos így kötődik a szénsavhoz, a mi cikkünk pedig ugye arról szól, és ez a, az indexen jelent meg, hogy hát bizony be fogják, be fogják szüntetni a hagyományos szénsav patronokat, úgyhogy akinek szifonja van otthon, az most szomorkodhat a szifonja mellett, mert hogy nem lesz belevaló patron. Szerintem valószínű hogy már elég kevesen vásároltak ilyen patron, és már úgy tényleg, nem is tudom, az utóbbi tíz évben nem is nagyon láttam ilyet üzletpolcán. Hát így múlik el a dicsősége. Igen, és volt emlékszere, volt a két, két literes szifon, Te, uh. ambe kettő patront kellett beletekerni. Úristen! olyan háztartási, teljesen általános háztartási konyhai kész, vagy mondhatjuk így is konyhai készülék van, amivel nekem sosem sikerült megbarátkoznom, és mindig egy ilyen kis tartózkodással figyeltem őket, és vártam, hogy mikor robbannak a pofámba. Az egyik az a hagyományos szódászifon volt. És, És a másik e, a kávéfőző? Igen, a kotyogós kávéfőző volt a másik. Mind a kettő egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen lappangó halál csapda volt a számodra. Ezt így betippeltem volna egyébként. Ez egy teli találat. Úgyhogy a, a kultúra rovatunk is és ehhez fog kapcsolódni a jedlikányoshoz és a, az ő munkásságához. Illetve én találtam egy zseniális videót a videó hogy közeleg a karácsony, és képzeld el a Youtube-on, tehát ettől akkor, én nem is tudom, hogy, hogy a picsába futottam rá erre a sztorira, de ugye a Youtube-on van egy csomó ilyen, hogy kandalló, pattogó, tűz, és ez folyamatosan megy. Tehát ez egy élő adása a YouTube-nak, és közben karácsonyi zenék szólnak. És így elképzeltem, hogy te egy 120 centis tévét leraksz a földre, elindítod rajta ezt a YouTube videót, és megvan mindenféle ilyen karácsonyi varázslatod. És természetesen mindenféle témában van ilyen. Úgyhogy... Ezt mindenkinek ajánlom, ha szeretné. De nagyon klassz, tehát nézd, nézd majd meg, mert tényleg egy ilyen hihetetlen jó kis, pattogó, kandalló, tűz. Gondolom, ez egy ilyen végtelenített videó, és alatt egyébként tök változatos, ilyen karácsonyi instrumentek uh, szólnak. Úgyhogy most én lehet, hogy még gyerekoltatáshoz is föl fogom ezt a dolgot használni. És hát így a, az adás végén szeretnénk mindenféleképpen megköszönni azt a támogatást, amit a hallgatóink nyújtanak nekünk. Egyrészt anyagit a Patreonok, akik nélkül nem lehetne egyébként podcast. Másrészt én nagyon sok visszajelzést kapok a hallgatóktól és ezt uh, akár jó, akár rossz így utólag is uh, szeretném megköszönni, és hát próbálunk javítani mindig a hibáinkon illetve hát meg kell, hogy köszönjük nagymackó testvéremnek, Csárlinak, aki a háttérben munkálkodik, és mai éjszaka is uh, ezt az anyagot uh, fogja vágni és rendbetenni a potméterek zsonglőre. A potméterek zsonglőre. Úgyhogy köszönjük a Patreonoknak, a hallgatóknak és Csárlinak a támogatást. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a sónóct, keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. köszönjük! Köszönjük! Most már csak egyetlen egy feladatunk van, ha Krisztiánnak nem jutott még eszébe valami. Nem. Nem jutott semmi az eszébe. Az, hogy elköszönjünk tőletek, és mindenkinek szép napot, éjszakát kívánjunk. Egy élmény volt. Sziasztok! Ne feledkezzünk el, Fifika. Nem én feledkeztem el róla, te feledkeztél el Téli szünet. Közelednek az ünnepek. Úgyhogy, mint a téli álmot alvó medve és a mókusok, mi is egy rövid téli álomra vonulunk, úgyhogy ha jól számolom, akkor legközelebb januárban találkozunk. E, így van, és e, szeretnénk addig is e, azért, e, ha hallgatnátok az év adásaiból, csemegéznétek, amíg nem leszünk ebben a három hétben. És még egyszer. Köszönünk mindent nektek. Sziasztok! Sziasztok!